Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, Isten áldását kívánom közös tanulmányunkra. Egy nagyon érdekes kérdést kaptam, méghozzá a Bibliából János első levele 5. fejezetéből a 16-17. vers kapcsán kérdezte valaki, hogy mi az a halálos bűn. Így szól a szöveg. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követel. Van halálos bűn, nem halálos bűn. Mit mond ez az ige tulajdonképpen? Mi az, hogy halálos bűn? Mi nagyon sokszor a bűnnél azt gondoljuk, hogy a bűn az egy cselekedet. A Biblia nem így gondolkodik. A bűnnek a következménye a cselekedet. A bűn egy állapot, és ennek az állapotnak az a lényege, hogy én vagy Isten pártján állok, vagy pedig szembefordulok vele. Gondoljunk csak Jézusra, mert ez az egész képsor, ez az egész megállapítás Jézus igéjére megy vissza. Gondoljunk csak arra, hogy a farizeusoknak például azt mondta Jézus, Lukács evangélium a 23. fejezet, 34. verse ellenében, ahol azt mondja, hogy az őket kivégzőknek, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ugyanakkor a farizeusoknak pedig azt mondja, hogy ez a bűn, a Szentlélek elleni bűn sohasem bocsájtatik meg. Hogy van ez a kettősség? Hogy gondolta ezt Jézus? A halálos bűn az egy olyan bűnféleség, és ezt kellene nagyon világosan látni, amikor én az igazság ismeretére eljutottam, tehát tudom, hogy mi az Isten akarata, tisztában vagyok vele, csak valamilyen érdekből, tudatosan, előre megfontolt szándékkal én ez ellen cselekszem. Ebben az állapotban voltak a Jézus korabeli farizeusok. Jézus korabeli farizeusok nagyon jól ismerték a Bibliát, nagyon jól ismerték azokat a proféciákat, amelyek Jézusra mutatnak, és ezek a Jézusra mutató proféciák mind-mind igazolták Jézus földi működését, és mégis olyan nehezen akarták megérteni. Miért? Mert az érdekük más volt. Az érdekük az volt, hogy Jézust elpusztítsák, mert éppen a politikai játszmáikban, amit a római hatalommal vívtak, meg avval, amit a népnek mondtak a farizeusok, hogy majd felszabadulunk a római ígától, és mi leszünk a világ urai, ezzel ellentétes volt Jézusnak az egész küldetése. De ellentétes volt az a proféciai sor is, ami az Ószövetségben Jézusra utalt. És ők ezeket a proféciákat szándékosan úgy magyarázták, hogy a nép ne azt értse, amit Jézus beteljesített, hanem azt értse, ami az ő magyarázatuk. A magyarázat felülírta a valóságot, és ez a Szentlélek elleni bűn. A Szentlélek elleni bűn nem valamilyen különleges bűn, olyan bűn, ami valami cégéres nagy rossz cselekedet, sőt, a Szentlélek elleni bűnt általában a hívő emberek szokták elkövetni. Amikor önzésből, előre megfontolt szándékból, vagy valamilyen sanda szándékkal Isten akarata ellen döntenek. Itt is erről van szó, ha nézzük. Ha valaki látja, hogy testvére halálos bűnt követel, vagyis olyan bűnben van, amit ő nagyon jól tud, hogy bűn, csak valahogy meg tudja magyarázni magának, valahogy értelmezi, mert az érdekei úgy kívánják, hogy ezt a bűnt elkövesse, azért nem imádkozni kell. Annak el kell engedni a kezét. Nem örökre, hanem el kell engedni a kezét azért, mert hiába magyarázol neki, ő tudja, hogy mi az igaz, csak magát meggyőzte a hamisról. Hogy a farizeusok is tudták azt, hogy Jézust el kell pusztítani, hiszen Lázár feltámasztása után azt mondja a nagy tanács, a Sanhedrin, amelyik vezette a zsidóságot, hogy inkább egynek a vérét áldozzuk fel, ne a rómaiakkal való barátságot áldozzuk fel. Ők tökéletesen tudták azt, hogy Jézus mit tett, hogy halottakat támasztott. Tudták azt, hogy ő az a megígért mesiás. Mindennel tisztában voltak. Csak az érdek felülírta a valóságot.
És hogyha egy ember életében az érdek felülírja a valóságot, akkor nem az imádságnak van a helye. Akkor el kell engedni ennek az embernek a kezét, mert az üdvösség erőszakból nincsen. Az üldösség mindig szabad döntésnek az eredménye. És éppen ezért ehhez kapcsolódik egy másik ige, és ezt is olvassam el, hadd olvassam el, mert ezt is kérdezte a kérdező. A zsidókhoz írt levélben van egy nagyon érdekes ige. Ez a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 26. verse. Ez így szól. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűnöinkért való áldozat. Ez nagyon világossá teszi ezt az egész helyzetet. Itt nem arról van szó, hogy véletlenül valaki valamilyen bűnt elkövetett, vagy indulatból elkövetett, vagy becsapta a sátán, ahogy mi szoktuk ezt hívő emberek mondani, vagy valahol elgyengült, vagy valamit rosszul látott, valamit nem. Tehát ezek is bűnök, de azokban van kiemelkedés, kimenekedés. Mert itt azt mondja, ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után. És ez a nagyon érdekes, itt egy kicsit a nyelvtant is kell tudni. Nem csak a szavak lefordítása a lényeges egyik nyelvről a másikra való fordítás szempontjából, hanem itt éppen azt szoktam mondani a görögül tanuló teológus hallgatóknak, hogy ezért kell megtanulni görögül. Mert itt egy olyan valami van, ami egy állapotszerű igeidőt használ, ami egy folyamatos valami, aki folyamatosan benne van abban, folyamatosan, szándékosan, ahogy nagyon jól mondja a fordítás, hogy szándékosan vétkezik az igazság teljes megismerése után. Ennek megint nagy a veszélye. Tehát nem az a bűnös ember van veszélyben, aki megbotlik, aki elkövet bűnt. Ezen gondoljuk el, a jobblatóra gondoljunk. A jobblatór egész életén át egy közösség ellenes bűnt rablásból élt. És mégis amikor hitre jutott a kereszten, akkor ő az első üdvözülendő az új szövetség időben, nem? Mert Jézus neki mondja, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomba. A farizeus, aki egész életében szuperhívő akart lenni. Azt akarta, hogy mindenki elismeri, hogy ő milyen nagyszerű ember. Mennyire az Isten törvényének még a legkisebb pontját is tiszteli, a kaprot és a mentát is megtizedeli, mindent megtesz, amit tenni kell. Ez a farizeus messzebb volt az Isten országától. Ez a farizeus elkövette a Szentlélek elleni bűnt. Mert az érdeke felülírta az Isten kegyelmi lehetőségét. Ő tudatosan utasította vissza azt, amit Jézus megígért, amit Jézus felkínált. És pontosan ez az ige azt akarja mondani itt Jánosnál is, hogy ne azzal törődjünk, aki szándékosan felülírja az Isten akaratát. Ezt az Istenre kell bízni, mert Isten hozhat olyan változást az életébe, Szentlélek elleni bűn állapotában lévő embernél is, hogy rádöbben arra, hogy ez az út rossz, hiszen a farizeusok közül is nagyon sokan megtértek később az apostoli ige hirdetésre, írja az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Ezt meg tudja tenni az Úr, de mi ne azokkal foglalkozzunk, mert egy ilyen embert mennél jobban győzködsz, annál inkább megmakacsolja magát. Tehát itt arról van szó ebben az igében, hogy a halálos bűn az, amikor Isten ellen érvelünk a saját jó cselekedeteinkkel, ne kövessük el ezt a bűnt, hanem ha el is követtük a bűnt, Krisztus keresztjére nézzünk fel, mert ő a győztes. Isten áldja meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, és tanuljunk belőle. Köszönöm a figyelmüket!